versiones. Működik. Helyes. Most már helyes. Tehát gombnyomásra felkapcsol, lekapcsol. Tehát. Egy, kettő, villog. Megnyomjuk, kapcsolt. Szuper. Tehát működik. Párosítás sikerült. Most megnézzük a párosítást másolását. Nyilvánvalóan a másik kapcsolóval is ugyanezt el tudnánk végezni, de próbáljuk ki a másolást. Tehát másoljuk ugyanezt a relét, a másik kapcsolóval is ugyanezzel szeretnénk, tehát 20 másodpercig nyomva kell tartani. Csak így nem látom, hogy villog-e. Ah, villog, ott látszik? Szerintem látszik. És lemásolta. Ez volt a rádiófrekis rész, ezután jön a wifi-s rész. Vétakos Smart. Látszik, látszik. Belépés. Egyetértünk, ezek szerint frissítve volt, de örülök. Na. Akkor azt mondja, hogy eszközt keresünk, plusz gombot megnyomjuk, villanyszerelésnél, vezeték nélküli kapcsoló, hát egyéb. Oké, ez megvan. Alaphelyzetbe az eszközt. Hát az alaphelyzet akkor valószínű az lesz, hogy nyomva tartjuk. Zöld lassú. Na. Hozzáadva. Itt van. Kivál válaszolni, hogy hova akarom adni. Hát Smart Switch 2 nem, hanem az lesz a neve, hogy homokszűrő, de csak annyit adunk, hogy filter. Aha, itt van, most már működik. Akkor left time, hátra lévő időt be tudom állítani, hogy mikor kapcsol, nem akarom. Timert majd akarok, időzítést. Timer menüpontban az időzítést tudjuk állítani. Nagyszerű, tehát félig angol, félig magyar. Azt mondja, hogy ütemezés hozzáadása, ismétlés csak egyszer, nem. Aha, minden nap ezt akarjuk. Igen. Legyen 7 óra. 0-0. Igen.
lépés, akkor bekapcs. Igen. És akkor a kikapcsolás, az off, az pedig nem csak egyszer, szintén minden nap. Igen. Hát 21 óra 00-kor. Mentés. Csak egyszer. És ez nem kell. És ezt kikapcsolom. Oké. Okay. Nagyon jó. Tehát minden nap 7-kor bekapcsol, és minden nap 21 órakor kikapcsol. Nagyon jó. Annyit még megtehetünk, hogy létrehozzunk helyiségek kezelése, szoba hozzáadása, helyiség neve garázs, mert hogy ott van garage, szépen, magyar módon. Jó, és akkor a helyiségbe a filtert beletesszük. Jó. El is mentjük. Ja, és fontos tényező, hogy most ez zölden világít, mert hogy wifi-re is kapcsolódva van. Ugye a piros helyett pedig, mikor fel van kapcsolva, akkor sárgán világít, piros helyett. Látható, hogy Alexának is hozzáadta. Igen. Ez most az Alexában van benne. Hozzáadta, mert felismerte. Igen. Jó. Adgroup. Ha-ha, all device-ba kell az adgroup. Create room. Jó. Igen, igen. Garázs. Helyes. Next. És akkor a garázsba betesszük a headert és a filtert. Oké. A garázs ready. Ezt is jóvá hagyjuk. Remek. És akkor hogy tesszük bele utólag ezt a kapcsolót? A garázs kapcsolók itt vannak a csoportban. Akkor itt a létrehozott garázs csoportot megtaláljuk. És itt már látszik egy edit a jobb felső sarokban. Rákattintunk. És akkor mutatja, hogy amikor létrehoztam, akkor ugye a filtert és a filtést azt már beletettem a létrehozáskor, de a rádió relét azt utólag hoztam létre, ezért nincs benne, és itt bele tudom tenni. És hogyha elmentjük, akkor innen kezdve, amikor az eszközökbe megnézzük a kapcsolókat, akkor már hozzá